keeping it real, you know what I'm saying? Go. Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Amint látjuk, ez nem sokára befejezi azt a kis szar területet, amit bevetni nem lehet, meg beültetni, meg izé, de a learatni le tudja, tehát én ezt nem bírom fölfogni, mindegy. Örülök neki egyébként, hogy legalább ez működik. Jó, igen, ennek a hibáit ezt gyorsan kijavítjuk. Ez csak annyi a probléma, hogy ez olyan szinten szar. Ez olyan hihetetlen. Rendesen többet kell vele dolgozni, mint amennyit kéne. Muszáj lenne. Tény, hogy álló helyzetben megfordulok vele, csak hát sokat nem érek vele. Nem baj, összekaparászom addig ezt a csígot. Kéne is forogni. És közben szépen össze lehet szedni az egészet. Csak az a baj, hogy ugye nem én csináltam, hanem a gép csinálta, és hát eléggé elhanyagolt, eléggé hanyag munkát végzett. Na hát ez szuper. Az utolsó pár lépést még meg kell csinálni afelé, hogy rendesen ki legyen. Rendesen meg legyen csinálva minden. Egyébként úgy emlékszem, hogy régen a 13-ashoz is, meg visszább is ilyen cukorrépát, meg ilyesmit nem is lehetett az... De várjál, a 13-asban lehetett, a 11-esben nem. Viszont ott módként mindig bemodoltak ilyeneket, hogy cukor, répa, paradicsom, mindenféle szart, ami létezik. És azokat viszont berakták, és valószínűleg a fejlesztők ebből tanulva berakták a cukorrépát is, vagy nem tudom. Egyébként a modokból nagyon sok mindent lehet tanulni, mert igazániból például ez a kerékkijárás is egy nagyon jó dolog lenne, az egy tök fontos és hasznos dolog. Szóval hova a tökönbe lehet borítani?
cső kiengedése. Ó, betű. Burgonyásnak tűnik ez a hely. Hát igen, most már csak az a baj, hogy fingom sincs, hogy mivel mit kell csinálni. Hát ez tűnik burgonyának, ide le lehet rakni. Nem úgy tűnik. Vagy ezt most először ki kéne rakodnom egyik kocsival. Utána kiraktom a kocsival. Azután ki lehet borítani. Ahhoz akkor nekem kell egy kocsi. Ajra örülök én ennek. Jó, akkor nézzünk valamit. Várjál, mi volt ráírva? Ez jó burgonyához is, szuper. Hát gyerekek, az történt, hogy lefagyott a játék, úgyhogy némileg ez így most problémát okoz. Annyi probléma van, hogy nem mentődött el egy-két része. És én azt akarom kipróbálni, hogy erre a járműre rá lehet-e akasztani a izét. Azt a kocsit, amit vettem a kukoricázáshoz, illetve a burgonya betakarításhoz, amit vásároltam, az jó-e hozzá. Na, ha mondjuk normálisan tudnék vezetni. Na, ezt kíváncsi vagyok, hogy rá tudom elkasztani, mert igen, akkor igen nagy sebességgel tudok majd szállítani. Örülnék neki, hogyha ráakadna. Nem akad rá, bazd meg, akkor mi a szart lehet ezekre ráakasztani? Miért nem akadsz rá? Jó, akkor ez még kell lesz egy traktor is. Nézzünk akkor a traktorok közül valami gagyit. A pirosokat nem is próbáltam ki. Na nézzünk egy ilyet. Ezt itt hagyjuk. Egy ilyen random traktor. Hát igen, ez nem is képes nagy sebességre. Mármint az 50 az nem számít nagy sebességnek, csak az a max a gumitalpasoknál. Na szóval ugye sikerült véletlenül letenni tálcára a játékot, amivel nem is lenne probléma, hogyha nem ment volna közben a felvétel, és így sikerült elintézni azt, hogy lefagyjon a játék. A felvétel remélem megmaradt a vége, vagy remélem jó lesz és nem lesz hangcsúszás. Minden esetre valamilyen szinten visszahoztam az eddigi eljutottam odáig, amit a eddig csináltam, mert hogy ugye ilyenkor nem menti el a játékot, pontosabban, ja, tehát így nincs elmentve a játék, és némi problémát okoz, de visszajátszottam egészen odáig, úgyhogy most elméletileg nincsen belőle probléma. Tehát annyi, hogy némileg nem ugyanott a dolgok. Például a kukorica jelen pillanatban még most is aratódik, mert az elég nagy a mennyiség ahhoz, hogy lassú legyen. Úgyhogy sajnos ez van. És már kapom is meg fel a burgonyát, bár nincsen, van hullás effekt is most már. Hát ez valami hihetetlen kurva jó.
miért érzem, hogy ez egy pillanatok alatt 100%-os töltődés lesz. Kicsit késett a animáció, na mindegy. Ezzel is van N betűvel ponyva, úgyhogy nagyon szuper. Erre Q. Azt a... Ez ám kirakodás, barátaim. És akkor nyomunk egy M ponyvát, aztán csá. Hát vettem egy ilyen traktort is, hogy azért ne legyen már mindegyik ilyen full menő traktor. Mondjuk ez se rossz, tehát így azt nézve akkor nem szar ez se. Ez itt van a izéhez, ehhez a géphez. Na, most ne abba szállj már be ebbe. És akkor ezt egy X-el össze lehet, O betűvel vissza kell húzni ezt a cuccot. És amit egy X-el meg innentől össze lehet zárni a gépet. Ami először fel akarja magát borítani, majd csak utána zárja össze. Hát legyen. Jó! Azt ennyi. Jó, igen. Ez itt végzett a melóval. Megközben van a másik kombájn is. Végzett, ezt egy X-el összecsukjuk. És elvisszük lemosni. Igen, most éjszaka van, ezt mindjárt áttekerem. És most már ezzel elmegyek odáig. Leteszem ott, és akkor onnantól nem lesz gond. Ha menjél föl, bírod te ezt húzni, ne szarjál be. Ja, hogy föláll a kerék, és kurvára nem tapad, értem én. Most tapadni kéne. Na most húzad. Most meg beakadt a hátsó része. Jó, meg lesz. Megvan, az nem kell aggódni. Jó. Szóval mindjárt lemosom. Ez kész. Ezt el kéne indítani majd a másik irányba, egy másik fajta bálát szedni. Ezzel még ugye nem foglalkoztam. Igen, és miután a kukoricás dolog nincsen, így nincs is itt a kamion még. Amit már itt hagytam egyébként, na mindegy. Illetve hát ott, ahol eddig is álltak a kamionok. Ahogy az most így egy kicsit kimaradt, mindegy. Semmi baj, nincs ebből probléma, mert megoldom. Elég gyorsan egyébként el lehet tüntetni innen mindent. Jó, na, ez itt nem csinál semmit, ezzel ráfordulunk a következő sorra. És innen fogjuk folytatni tovább. Hát ezeket majd mindjárt elviszem oda, ahova kell, de ott ezt kiürítjük egyrészt, másrészt meg befejezzük ezt a területet. És itt, ahogy mondtam, tekerek az időn. De miért a P betűt nyomtam meg? Az ESC menüt kellett volna előhozni. 120-szoros pillanat idő miatt tököm. A 120-szoros időgyorsítás. O betű kinyitjuk, kapcsolunk lábát, mert én nem látok azokat semmit. Na, ez itt kiürül. És akkor rá is állítom a következő területre.
Ja, még nem is ülök ki, várjál. Akkor ne izguljak már annyit. Nézzétek, milyen szép az út. Így. Olyan, tehát amikor a fény így rávilágít, nem csak ilyen egyenesnek tűnik, hanem ilyen domborúnak, mint hogy ilyen dombor, tehát mint tényleg aszfalt lenne, tök király. O betű. Oj, itt vett be a kamionomat, meg fölborítom. Nem figyelek oda. Igen, széles. Szerintem ennek bele kéne férni ebbe a szélességbe. Eléggé. Belefog, nagyon szuper. Ez meg itt rég végzett. Ez is, jó. Ezzel azt kiürítjük. Ugyan ezt már én megcsináltam ezt a területet, tehát ez annyira most nem is érdekes számotokra. Itt csak gyorsan megcsináltam újra, mert nem volt kész, jó. Mondom, nem is érdekes továbbá. Chevrolettel elmászunk innen. Mekkora fényereje van már a lámpájának. Rögtön a nagy fényerő. Úgyhogy ezzel nem lehet vontatni, ez szomorú, de ez van. Én csodálkozok, hogy kicsúszik, hát 90-nel kanyarodom, tehát kicsit érdekes. Most a 10-jel kanyarodtam, az biztos. Jó, ez oké, és ez itt van, ez most viszont ESC menü. Leállítjuk 15-szörösre. R betű. Ez szerintem nem tisztul. Na most már tisztul. Kereken látszik egyébként a legjobban. Tiszta. Ez is tiszta. És mint mondták, ezt felülről kell tisztítani. Jó tudni, mert innentől ez is letakarodik, igen, ez így elég pihangzik, de letakarítódik, csak felülről kell tisztítani. Jó, kész. R betű. Be is állhatunk a helyére vele. Majd a következőekben tudjam majd használni. Jó. Ezek megvannak. Az még ott mindig villog. Ez meg lett töltve, tehát ezt igazándiból az új területhez kéne vinni. Mert majd ott ki fogom borítgatni a cuccot. Új terület az ez. Ezt itt leállítjuk. Ezt oda visszük, és ott meg megtöltjük. Megy ez, csak csinálni kell folyamatosan. De ilyenkor, amikor készen van a villogót bekapcsolja, ez tök jó, ez tetszik. Na várjál. Úgy marad, hogy... Hát éreztem, hogy nem úgy marad, hogy töltsön. Na, állj már meg azt úgy, hogy töltsön.
faszállító, rendben, permetező, amit még soha nem használtam, kocsi. Jó, ezzel átállunk máshová. És akkor a bálázást, ezt befejezem. Meg a másikat is befejezem. Be 7%-nyi van, az nem sok. Ezzel is kezdte dolgát. Jó, ez ugyanabban a hibába esett, amiben múltkor. Miért nyíljuk ilyen ferdén? Miért hagysz ott egy kurva sort? Csak a logikát nem értem, na mindegy. De ez mindig itt áll. Ezzel végeztünk. Ez siralmas. Hát végigértük a sort. Jó, és akkor B. Egyébként azt vettem észre, mióta megvannak a szél kerekek, azóta baromi sok pénzem van, tehát igazán ma megy fölfele a pénz folyamatosan. Úgyhogy még nem adtam le egyszer se semmit. Jó, oké, az elején becsaltam egy csomó pénzt, ami nem egy nagy csalás, csak beírtam a fájba. De hát az kellett. Muszáj volt kis kezdőtőke. Úgyhogy ez van, de viszont ez tök jó, mert így van annyi pénzem, hogy még többet letegyek. És ez még többet fog hozni utána. Igen, egyébként arra gondoltam, hogy nem így keresztbe kéne húzni ezt a csíkot, hanem egyenesen. Mert akkor hosszába sokkal tovább kell mennem egyenesen ezzel a géppel, és akkor sokkal kevesebb erőráfordítással tudom megoldani a bálázást. Bálázás problémáját, hoppá. Nem lesz jó. Megeszed szépen az egészet. Úgyhogy menet közben már bálázunk is, meg mindent csinálunk, úgyhogy nem kell aggódni. Itt aztán minden volt most. Meg még hibás is volt az egész, úgyhogy nagyon örültem neki. Amint még ráadásul még ki is fagyott a játék, úgyhogy nagyon örültem egésznek. Az mondjuk az én hibám volt, tehát na mindegy. Nem a játék hibája. Azért nem örülök neki. Látszik egyébként, hol áll meg a kombájn, ott hagyja ezt a csíkot. Ami hiper szuper. Itt
ott hagytam egy kis csikkot, nem baj. Úgyis rá fogok menni ezzel a vetésforgós dolog, mit tudjam én mi a szarral. Vetésforgató, vagy nem tudom mi a szar, az mindegy. Inkább ki sem mondom, mert baromság lesz, és az is. Jó. Jelen pillanatban nincs más dolog, mint az, amit most csinálok. Bálázok. Semmi más nem kell csinálni. Én most pedig köszönöm szépen a figyelmet, hiszen majdnem megvan megint a következő az idő, tehát most innen fogom folytatni, nem biztos, hogy bálázással, majd a következő dologgal, addig a kukoricás dolgot, amit elcsesztem, azt visszacsinálom, és innen folytatom. Köszönöm szépen a figyelmet, csőztök! Thank you.